Szólni, mert itt százezrek tragédiájáról van szó, és Európa jövőjéről, meg a világ jövőjéről. Tudik, a dolog mögött az munkál, hogy képzeljük el, hogy Afrikában még mindenütt mobiltelefonon látják, hogy hogy élnek Európában. Ki tudja, ez már nem a mi generációnk, hogy ezt meddig tűrik, de én három megjegyzést fűznék ez. Egy. Világszerte a szélső konzervatívok föl vannak háborodva azon, ami Kölnbe történt. Holott neki kéne ezt ünnepelni. Hát mi történt? Ezek a derék közel-keleti fiatalok, ezek nem dőltek be a nyugatnak, amelyik ilyeneket akar, hogy a nők egyenjogúak, hogy a nők szilveszterkor legstrabancolhatnak az utcán, ahelyett, hogy otthon ülnének. Ezek derék megtorolták azt, hogy ezek a nők így viselkednek, egyedül, kíséret nélkül. Annélkül, hogy bárki lenne, lement, hát aztán nem beszélve arról, hogy Hamburgba a prostituáltak, akik nem emberek, akiket föl kéne koncolni, az, hát éde. Tehát itt van egy nagy hazugság. Ezek tulajdonképpen, amit csináltak, ez tulajdonképpen teljesen adekvát azzal, amit nőügybe a szélső jobb Európában képvisel. Kettő. Azt hallottam egyszer egy rádióban a másik oldalon, hogy egy ilyen szélső liberális úr meg azt mondta, amikor ilyen dolgok Magyarországon történtek, továbbá egy menekült a vonaton nem volt hajlandó a jegyét odaadni a kalauz nőnek, mert az nő volt, hogy hát ezt meg kell szokni, ez egy másik kultúra, ehhez hát így, ők ilyenek. Ha az ő lánya lent lett volna akkor Kölnbe, akkor vajon ő is azt mondta volna, neki is ez lenne, viszont ez a másik kommentárom hozzá. És a harmadik? Hát a harmadik az, hogy nagyon-nagyon rossz lenne ebből általánosságokat levonni. Különösen nekünk magyaroknak érzékenyeknek kell lenni. Kérem szépen, a hideg napokon 943 Újvidéken a magyar fasiszták lemészároltak egy csomó ártatlan embert. Majd 1945-ben ezt teljesen ártatlan magyar lakosokon bosszulták meg. Gondoljunk a csehszlovákiai magyarok kitelepítésére, akiket azért kitelepítettek ki, mert a magyarok fasiszták. Na most ebből olyan következtetéseket levonni, hogy ilyenek a muzulmánok, ilyenek az, nem lehet. Mert nem ilyenek, mert ilyenek is, meg olyanok is. Nem tudok megoldást, de egyet tudok, hogy a dologban mindenki egy kicsit hazudik.